Mindenkit az Egységben Magyarországért mai online sajtótájékoztatóján. Én Zékárpád Dániel vagyok, a Jobbik alelnöke, és Varjú László kiváló kollégámmal fogjuk azt vázolni, hogy hol, milyen módon rontották el Matolcsiék a szinte teljes magyar gazdaságpolitikát, illetve az Egységben Magyarországért, hogy milyen eszközökkel, hogyan húzná vissza ezt a rossz irányba kifarolt szekeret, és hogyan tudnánk egy tartós növekedési pályára állni. A napokban borzolta a kedélyeket, hogy Matolcsi György azon túl, hogy állandóan az alapítványaival foglalkozik, a Wikipédia szerkesztésének különböző irányelveit osztotta meg a szélesebb közvéleménnyel, miközben a másik oldalról azt látjuk, hogy az inflációs előrejelzések már nem tartják kizártnak azt, hogy akár 10%-os lesz a pénzromlás üteme, és bizony a magyar forint is rekordgyengeségű, már 400 forint környékére is benézett az euróhoz képest. Azt látjuk ugyanakkor, hogy még ellenzékben a Fidesz nagyon nagy hangon jelentette ki, hogy csak gyenge emberek akarhatnak gyenge forintot, illetve a forint válság, a rossz árfolyam helyzet megoldásának a kulcsa a miniszterelnök csere. Ezen utóbbi kijelentéssel nem áll módonban vitatkozni. Most is a miniszterelnök csere és hát a Magyar Nemzeti Bank működésének, vezetésének, alapfilozófiájának teljes átalakítása jelentheti azt a kulcsot, amely a valódi változáshoz, pozitív irányú változáshoz vezet. Nagyon kevesen tudják, mert nem teszi ki a kirakatba Orbán Viktor és csapata, hogy a forint drámai romlása részben tudatos folyamat eredménye. Orbán Viktor és csapata a nemzetközi szövetségeseinek igyekszik kedveskedni, és az exportáló nagy cégeknek egy tudatosan gyengített forinttal. A Magyar Nemzeti Bank mindenhez asszisztált, és amikor megkérdezik, hogy hogy fordulhatott elő mégis mint, ez azt mondják, hogy hát a Magyar Nemzeti Banknak nincsenek árfolyam céljai. Ezen közben azt látjuk, hogy a 260-270 forintos árfolyam lassan már a 400 felé tartott, és ha átmeneti erősödési szakaszok be is következnek, azokat mindig újabb gyengülés követi. Márpedig a gyenge forint a Fidesz-KDNP 1000 milliárdos nagyságrendű különadója, amit az embereken ver le, hiszen minden egyes termék árába beépül a gyenge forint negatív hatása. Emeli egyébként a benzin és más termékek árán keresztül minden szállított áruféleség árát is, tehát egy többszörös negatív hatásról beszélünk, és még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy mindennek a hatását a magyar emberek, a polgárok fizetik meg. Egy több százezres okostelefon esetén 30-40 ezer forint is lehet az árkülönbség egy normális árfolyamból kiinduló gazdaságpolitika és a mostani helyzethez képest, de aki egyszerű ruhaneműt vásárol, ott is 1-2-3 ezer forinttal többet fizet egyetlen ruhafajtáért most jelen pillanatban egy normális árfolyam alapján elképzelt helyzethez képest. És azt is látjuk, hogy az árak folyamatos kilövés és drágulását semmiképpen nem ellensúlyozza Magyarország kormánya. Pont a Magyar Nemzeti Bank, az ellenzéki elfogultsággal nehezen vádolható Nemzeti Bank erősítette meg a napokban, hogy maximum 1%-kal képes fékezni a 10%-os nagyságrendűre is nőhető inflációt, az a teljes intézkedés csomag, amiről Orbánék azt hazudják, hogy bizony ez megfogja az árak drágítását. Mi ezen közben azt látjuk, hogy egészen más eszközökkel kellene operálni, az alapvető élelmiszerek áfatartamának csökkentésével, a legfelháborítóbb a gyermeknevelési cikkek áfatartamának azonnali csökkentésével, vigyázva arra, hogy ebből valódi árcsökkentés is legyen, és a szociális védőháló teljes körű visszafoltozása lehet az a megoldás, amely minden család számára egy természetes biztonságérzetet kölcsönöz. Magyarország kormányának és a Magyar Nemzeti Banknak is reagálni kellett volna, érdemben beavatkozni a romló növekedési kilátásokra, hiszen az ő elrontott gazdaságpolitikájuk idézte elő azt, hogy a háború okozta válsághelyzet egy amúgy is súlyos helyzetben találta a magyar gazdaságot, a régi országai közül az induló pálya talán itt a legnehezebb Orbánék és Matolcsiék miatt, és azt látjuk, hogy a kilábaláshoz bár a programunk és minden elképzelésünk megvan, egy percig sem ígérhetjük azt, hogy könnyű dolgunk lesz. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen képviselőtársamnak, engedjék meg, hogy hozzá kapcsolódva a mai nap aktualitásának megfelelően az inflációs jelentéssel foglalkozom egy kicsit többet, mert amíg a magyar gazdaság szereplői és az infláció következményeit nap mint nap a saját bőrükön érző magyar családok százezrei várták azt, hogy a Magyar Nemzeti Bank érdemi lépéseket tesz ennek a kockázatnak, veszélynek a csökkentésére, eközben, ahogy Zékárpád Dániel képviselőtársam is már említette,
addig Matolcsy György úgy érezte, hogy ebben a helyzetben a Wikipédia átalakításáról és átszervezéséről publikált cikke segíti legjobban a magyar gazdaság talpraállását. Közben mostanra tudjuk, hogy az MNB inflációs előrejelzése szerint, tehát a mai napon aktuálisan közzétett inflációs jelentés alapján. Akár közel 10%-os drágulás sem elképzelhetetlen, de ez jól láthatóan még nem hat Matolcsy Györgyre. A Magyar Nemzeti Bank elnöke meg sem próbál érdemben tenni a magyar gazdaság és a magyar emberek megmentéséért. És engedjék meg, hogy itt egy zárójelben megjegyezzem, hogy mindaz az árstopp, amit egyébként bevezettek, akkor ha ez nem létezne, akkor már hivatalosan is a valósággal kellene szembenézni. 10% feletti infláció az Orbáni gazdaságpolitika eredménye. Éppen ezért az egységes ellenzék pártjai, és ezen belül egyébként a Demokratikus Koalíció szerint egészen szégyenletes, hogy miközben a magyar forint hetek óta ingadozó állapotban van, mondhatnánk azt, hogy intenzív osztályon fekszik, miközben a komplett magyar gazdaságot lélegeztető gépek és csövek tartják életben, Matolcsy György a Wikipédia átalakításával foglalkozik. Egyértelmű. Matolcsy és Orbán teljes alkalmatlansága mutatkozik meg abban, hogy a magyar gazdaságot szétromboló két szereplő szemlesütve menekül a romok alól. Tudomást sem vesznek arról, hogy a brutális tempóban eremelkedő árak, a gyenge forint, a növekvő törlesztőrészletek örvényként húzzák le a magyar családok tömegeit a mélybe is teszik mindennapi megélhetésüket lehetetlenné. Legyen világos, hiába próbál Orbán Matolcsyra vagy másra, Varga Mihályra akár mutogatni, a gazdasági összeomlás és a rekordütemű infláció első számú felelőse a magyar kormány és a Magyar Jegybank. Az elmúlt napok eseményei pedig azt bizonyítják, hogy Orbánék már nem is akarnak szembenézni saját tettei következményeivel. Ezért egyértelmű, ahhoz, hogy a magyar gazdaságot le lehessen kapcsolni a gépekről, a lélegeztetőgépekről, és újra talpra lehessen állítani, ezért április 3-án Orbánékát el kell zavarni a gazdasági kormányrút közeléből. Az új kormány Márki-Zay Péter vezetésével meg fogja menteni a magyar családok százezreit az összeomlástól, meg fogja fékezni az árak emelkedését, Matolcsy György pedig nyugdíjas éveiben nyugodtan elmélkedhet a Wikipédia továbbfejlesztéséről. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, várjuk Önöket legközelebb is.